Igazából onnan jön az új cirkusz elnevezés, hogy, hogy ezek az artisták a cirkuszból állatok nélkül a számaikat megpróbálták előadni utcán, színházban, kocsmában, és akkor hát ez nekem számomra nagyon izgalmasnak hatott. Igazából nem tudott kinőni még nagyon-nagyon magasra, mert mindenbe egy picit csak belekóstoltam. Hát készült közben meg a Nemzeti Színházban, Marosvásárhelyen, a Miklós Társulattal egy gyerekelőadás, a Kisfi és az Oroszlánok. Hát abban volt egy ilyen komolyabb háttérmunka, Budapestről lettek lehívva artisták, és ők segítettek úgymond alapszinten begyakorolni pár számot, és akkor ezt így sikerült színpadra alkalmazni és megmutatni a közönségnek. A karikám. Sikerült egy kis támogatásra rendelni egy haladóbb szintű karikát, amit már így használnak elég sokan a világban. És akkor elkezdtem gyakorolni, ami hát elég nehezen ment, vagy hogy mind máig azért nagyon-nagyon kezdetleges számomra, tehát hogy még mindig azt érzem, hogy ez határtalan, tehát hogy ami benne van, azt még nem sikerült kiaknázni. Romániában nem ismert ez a karika, tehát hogy én azt szeretném, hogyha mondjuk otthon így a szűkebb környezetben, vagy a szélesebben is akár megismertetni, vagy így átadni ezt a tapasztalatot a más embereknek, aki nyitott és kíváncsi erre. Pontosan az, hogy hol lesz ez helyszínileg, ezt még nem igazán tudom. Nem is fontos, azt hiszem, ez még így per pillanat, majd szerintem ki fog alakulni.